A csácsúmi csörtészt a csokoládé, szevasztok gyerekek, képen jelentkezik következő videóval, ami nem más, mint egy farming szimulátor, 19 videó, és úgy érzem, hogy most vágtam át a Gordiusi csomót igazából ezzel a sorozattal, mert megoldottam, hogy egy videósorozat egyes részei is önállóan hely tudjanak állni, minden egyes rész koherens egészet tudjon alkotni a sorozaton belül, és ezt ugye úgy tudjuk megoldani, hogy visszatérünk az ős gyökerekhez, mert Keepernek az egyik leginkább népszerű sorozata mi volt? Mint a Modelt Spin Tires, amiből az Isten tudja hány száz részt csináltuk, és úgy gondoltam, hogy csinálunk egy Modelt Farming Simulator 19 sorozatot, amiben minden egyes részben modokat fogunk kipróbálni, fogunk bemutatni, és a modoknak a hátterét is meg fogjuk vizsgálni, úgyhogy valamilyen szinten kis ismeretterjesztő sorozatszerű is lesz. Például a mai epizódnak az alanya, az nem más, mint egy MTZ 82-es nagykabinos traktor. Pontosabban a Minszki traktorgyárban gyártott általános célú 14 kN vonóerőosztályba tartozó mezőgazdasági vontató. Igen gyerekek, és egyébként a MTZ 80 és az MTZ 82-t ezt így vehetjük most így gyakorlatilag egy kalap alá, aminek ugye az egyetlen jelentős különbség a kettő között, hogy az MTZ 80-as az mint csak hátsó kerék meghajtással rendelkezett, az MTZ 82-es viszont kapott segéd mellső kerékhajtást. Ezt így nevezik gyerekek, nem első kerék, hanem segéd mellső kerék hajtású változata a 80-as MTZ-nek az MTZ 82-es. Igazából a lényegi különbség a 80-as és a 82-es között ez. Többször írtátok már a régi videóim alatt, találkoztam vele, hogy tévesen úgy gondolják, hogy a 80-as MTZ és a 82-es között az a különbség is van, hogy az egyikben 80 lóerős motort helyeztek el a Minszki traktorgyárban, és a 82-esben pedig 82 lóerőset. De nem, gyerekek, ez nem állja meg a helyét, mert igazából mind a kettő traktorban a D204 és a D243 jelű 80 lóerős erőforrást, azaz 55 kW teljesítményű erőforrást helyeztek el, ami nem kevesebb, mint 4750 köbcentivel bír. Na, akkor álljunk neki a tesztnek. A teszt különböző részekből fog gyakorlatilag felépülni. Minden egyes rész alatt ott lesz a link a modhoz, hogy ezt ugye el tudjátok érni, ti is ki tudjátok próbálni. Meg fogjuk vizsgálni, hogy működik, meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen dolgokat tudunk rárakni, mennyire részletes a mod, mennyire élethű a mod, és mindenképpen fogunk csinálni egy nagy tesztet, ami arról fog szólni, hogy többek között ennél az MTZ-nél traktor pooling. Igen, össze kell hasonlítani, én úgy érzem, hogy ezeket a traktorokat, az a baj, ugye a modkészítő gyakorlatilag úgy építi meg ezeket a modokat, úgy konfigurálja, ahogy ő neki a gyakorlatilag a kedve tartja. Tehát ugye írhat egy 82-es vagy 80-as MTZ-hez is 500 lóerőt, hogyha ő neki ahhoz van kedve. Ezért azt találtam ki, hogy a nem modolt járművek közül a leginkább lóerőbe és típus jellegbe hozzá közel állott, hozzá fogjuk hasonlítani mindig az aktuális moddal. És ugye így akkor gyakorlatilag meg tudjuk nézni, hogy mennyire hiteles az a teljesítmény, amit a mod képvisel. Értitek? Remélem, hogy ez mindenkinek világos. Na, akkor először is bemegyünk a boltba, és meg fogjuk nézni, hogy milyen felépítményeket, milyen dolgokat tudunk ehhez a modhoz szerelni. A kis traktorok kategóriában van egyébként, és ugye az MTZ 82-es típus jellel van megáldva. Itt 59 kW van írva, és 80 lóerő. A Wikipedia szerint egyébként 55 kW és 80 lóerő, nem tudom, lehet, hogy nem jól váltották éppen át. A
Az üzemanyag tank a 120 literes, 35 km per óra gyakorlatilag ugye a sebessége. Nézzük meg a konfigurálásnál. Egyébként a mod minősége nekem nagyon tetszik. Nagyon szépen van kivitelezve. Minden apró részlet tökéletes rajta, én úgy gondolom. De írjatok kommentet, hogy esetleg nektek miért nem tetszik, ha esetleg ki is próbáltátok. Na gyerekek, ugye a konfiguráció az lehet alapértelmezett, és lehet egy BX100E előső felfüggesztéssel megáldott. Láthatjátok, hogy egy ilyet lehet rá csatolni, és ami nagyon szép benne, hogy egy gardán meghajtást is így hozzá kapcsolódik gyakorlatilag az MTZ-hez. Ezen kívül ugye amit még tudunk módosítani rajt, az úgy, hogy sárvédő nélküli, ugye ez a sárvédő, amelyik mondhatni gyári, és akkor van egy kókány sárvédő is, ami egy ilyen lemezből van hajlítva, meg egy ilyen kis lapos vasakkal van felfüggesztve. Ugye látni, hogy ez marhára nem gyári. Jó, akkor nézzük, hogy még mi van. Igen, a gumitípusokat lehet váltogatni egyébként. Ja, nem. Elnézést. Ez a homlok rakodónak ugye a felfüggesztése. És itt vannak a gumitípusok. Vannak különböző gumitípusok, nincsenek kirívóan brutális kerekek hozzá, ami szerintem egyáltalán nem is baj, mert ne az legyen egy mod célja. Vannak olyan modok persze, ami nagyon elvetemültek, de legyen hiteles szerintem egy ilyen mod. Én annak tudok örülni, úgyhogy tudunk rárakni ugye különböző gumitípusokat. Na, jó van gyerekek, mindenképpen egyébként a tesztet mindig alap állapotba fogjuk végrehajtani az MTZ-n. Menjünk ki a garázsba és nézzük meg az MTZ-t. Ugye azért van elindítva, hogy a hangját azt halljátok, majd be fogunk ülni, és meg fogjuk hallgatni ugye az indítást is. Azt érdemes szemügyre venni, hogy marha részletes, nekem nagyon tetszik egyébként a mod. Tényleg, én azt mondom, hogy tökéletes. De ez nem jelenti azt, hogy ugye például a menet tulajdonságai is olyanok, amilyennek például lennie kell. Az orrsúly, ugye az első lehajtás, gyönyörű gyerekek, azon nagyon durva, nekem az nagyon tetszik ebbe a modba, hogy egyszerűen az összes hatlapfejű csavar, az összes csavarszár, minden látszik gyerekek. Egyszerűen elképzelhetetlenül részletes, hát nézzétek meg ugye, most például itt jobban látni, hogy a hatlapfejű csavaroknak a ugye az anya minden egyén tökéletesen lát, itt is ugye az összes csavar. Egyébként nem tudom, hogy azt tudjátok, hogy ez miért ilyen felépítésű ez az első kerék. Elmondom, jó? Azért, hogy ennek a traktornak rettenetesen, nagyon sok traktornak egyébként, a mezőgazdasági mondatónak, nagyon sok féleképpen lehet módosítani a gyakorlatilag a nyomtávját, azért, hogy ugye a különböző megművelési módokhoz igazodjon. Például ugye a permetezéshez, hogy jó legyen, vagy esetleg szűkebb nyomtávot, ha akarsz választani. És ugye gyakorlatilag egy az, hogy úgyis lehet már változtatni, hogy ezeket ugye ki tudod forgatni a felnit, ami azt jelenti, hogy ezeket leveszed, és akkor kifordít, és akkor ennyivel kijön a nyomtáv. Ezen kívül ugye ott van egy ilyen barázdált rész, amin azon is lehet módosítani, ugye rengeteg. Például a középső tengely is ugye az is menettel rendelkező, tehát azt is lehet így kifele mozgatni, úgyhogy nagyon sok, nagyon gyönyörű gyerekek. Az nagyon durva, nekem az nagyon tetszik, hogy tényleg még a legapróbb részletek, a pici részletek, a csavarok is mind a helyén van, gyönyörű. Nincs semmi, abszolút nincs elnagyolva gyerekek. Méletlenül nézzétek, mert az összes csavar helyén minden szép, tangsapka. Ez le a kalappal gyerekek, még az indexeken is ugye a hátsó lámpákon a csavarok. Gyönyörű. Az adagoló milyen részletes, hát maga az adagoló, az több poligon van, meg részletesebb, mint szerintem a Farming Simulator 13 egész játék tere. Gyönyörű gyerekek. Nagyon szép, és egyébként itt látható ugye például a generátornak ugye a meg ugye a hűtőventilátor, ahogy éppen forog.
vannak ilyen animált részek. Nem tudom, gyönyörű, nekem nagyon tetszik. Üljünk be, aztán nézzük meg a belsejét. Hát én egyébként szerintem nem fogunk benne csalódni. Megnézzük belül, jó? A gyerekek, kapásból animálva van ugye a kormány, hogy felénk elkezd dőlni. Meg az ülésnek van egy ilyen kortámaszos része. Ami még érdekes lehet, hogy a gázpedál attól függően, hogy mennyi gázt adsz, attól függően animálva van. A kuplung pedál ugye úgymond szimulálja a váltásokat, és a fékpedál is teljesen jól működik. Együtt ugye a kettő össze van akasztva, és még az is részletesen meg van csinálva, ott van az akasztó, ugye. Mert ugye úgy működik ezeknél a traktoroknál, hogy ugye külön meg tudod fékezni a jobb és a bal oldalát, ami azt a célt szolgálja, és ezt össze tudod akasztani, hogyha mind a kettőt akarod. Azt a célt szolgálja, hogy tudsz sarkon fordulni gyakorlatilag az MTZ-vel. Az azt jelenti, hogy lefékezed mondjuk a hátsó kereket, jobb hátsó, nyomsz egy kövérgázt, ugye a másik kerék az megy tovább, emiatt konkrétan csinálsz egy 180 fokos fordulatot, vagy éppen amilyet akarsz. Nekem nagyon tetszik, nagyon szépen néz ki. Valószínűleg ez egy kicsit újabb típus, és az a nagyon érdekes az MTZ 80-82-esbe, azért beszélek mind a kettőről, mert igazából gyakorlatilag ugyanaz az alap, egyébként az 50-52-es alapjaira épül, és gyakorlatilag az 50-52-es és a 80-82-esben nagyon sok olyan alkatrész van, amelyik ugye csereszavatos. És az az érdekes, hogy 1974-től gyártották az Minszki traktorgyárba ugye, a 80-as, 82-es MTZ-t, de még napjainkig a különböző változatait ugye gyártják. Na, csapjunk bele a lecsóba. Kicsit megjáratom, nagyon kíváncsi vagyok. Azt látom, hogy a műszer, az egység is működik. Ugye jobb oldalt látható például ugye itt nem kilométer óra van, kilométer per óra, és nem kilométer, hanem gyakorlatilag üzemóra, ugye, ezeknél a gépeknél. Szépen, nagyon jó kormányozható. Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy a traktorokban, például, vagy ennél a típusnál például nincsen lengéscsillapítás. Igaz a hátsó tengelynél lengéscsillapítás, ha jól tudom, javítsatok ki, ha jól tudom, nincs, ott teljesen ugye fix. Ugye ott fix. Viszont az első lehajtásnál, itt ahol csatlakozik, ott vannak spirálrugók benne, tehát ott valamennyire rugózott. De egyébként ugye mivel a megfelelően magas oldalfalú gumikkal rendelkeznek általában a traktorok, nem peres gumitrak, nem a pere 40-es gumik vannak a traktorokon, emiatt maga a gumi is tompítja rezgéseket. Hú, nagyon jó, nagyon jó, tetszik gyerekek. Szuper jól működik. IC azt hiszem nem elérhető magába a játékba, csak moddal. De nem tudom, hogy van-e, de ennek nem néztem utána, hogy lehet-e például nyitni az ajtókat, vagy hasonló. De ennek mindenképpen utána fogom nézni. Na, akkor igazából szép, jól működik, tök jó, animálban van gondolom még a kardán, és igen, minden teljesen tökéletesen jól működik, szinte úgy van egépítve már egy ilyen mód, mint hogyha bekockáztatom, hogy jobban néznek ki már, mint az eredetileg játékba berakott dolgok. Szinte már úgy működik, mint hogyha valóban motor által meghajtott váltón és az osztóművön keresztül leadott kardáron leadott erő mozgatna az első kerekeket, és ezt a menet tulajdonságaiba is észre lehet majd venni. Na menjünk, aztán próbáljuk. Hát ezt leállítom, ezt a motort, őt itt hagyjuk, és akkor megyünk. Ugye mondtam, hogy mindenképpen csinálunk egy ilyen erőt, egy próbát. Én már ide készítettem nektek egy ilyen gyorsan így összedobott kis pályát, amin ugye, hát látjátok a kész az ő, amiatt van itt a 620-as, hogy esetleg mozgassa a nagyon elszabadult rakományokat. Egyébként itt van egy mésszel csúrig rakott pót, ami
ami nagyon nehéz. Van nekünk itt egy New Hollandunk, és ő, ez a típus New Holland azért van itt egyébként, ezt szeretném megmutatni nektek, ugye, mivel az MTZ-82-esünk ugye 80 lóerő, összkerékmeghajtás, és a kisebb traktorok közül gyakorlatilag ő áll a leginkább közel ehhez a típushoz. Ugye 99 lóerő és a T5-ös New Holland. Na, és kacok, akkor figyeljetek. Ha már ő a főszereplője ugye ennek a résznek, akkor csináljuk azt, hogy ő legyen az első. Én úgy fogom csinálni, hogy valamennyire próbáljuk kontrollálni ezt az egészet, hogy ahogy működni fog. Nagyon jó, meg fogjuk látni egyébként, hogy hogy koszosodik is a jármű, mert néha az is hiba szokott lenni. Mondjuk egy 10-es tempomatot fogok minden járműnél, ezután minden sorozatban, hogyha ugye traktorokat próbálunk például kapcsolni. És így fogjuk megindítani a járművet a dombon, és ameddig elér, addig elér, és így gyakorlatilag össze tudjuk hasonlítani. Hát természetesen a New Hollandnak, hogyha ezt megnézzük, mivel szélesebb abroncsai vannak, 20 lóerővel ugye, 19 lóerővel több is a teljesítménye, nagyobb a teljesítménye. Emiatt a New Hollandnak kellene ugye papírforma szerint győznie. Hogyha nagyon szoros, akkor azt mondom, hogy a 82-es MTZ az jól van konfigurálva, mint mod. Hogyha a 82-es MTZ nagyon le fogja nyomni a T5-ös New Holland, akkor azt mondom, hogy egy kicsit ugye túl van konfigurálva. Ez azért fontos, hogy igazából hiába csinálnak meg külsőleg egy modot, moderek szerintem, de ha nem hiteles a teljesítmény, amit képvisel, akkor semmi értelme nincsen igazából. Na, és krácok, akkor ugye 10-re be van állítva a tempomat, esetleg kormányozhatok, megnézzük, hogy mozognak, hogy mozog ugye például itt ez egy ugye feltárcsázott terület, hogy mozog a füves területen, hogy rúg meg a kerék, ilyenekre vagyok kíváncsi leginkább. Na, nyomtam egy 3-as gombot. És megindult az MTZ, és nagyon tetszik, már most, hogy gyakorlatilag az első kerék az mivel ugye kiemelkedik, emiatt gyorsabban pörög, és gyakorlatilag megrúg. Ez tetszik, nagyon jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Hát 2 km per órával tudja húzni. Ez is ugye majd mérvadó lehet, hogyha fel tudja mind a kettő húzni például, akkor meg tudjuk nézni, hogy esetleg melyiknek mi volt a csúcssebessége. Hát 3-ba is felugrott egyszer. Ugye én gázt nem nyomok, 10-es tempomattal, azért, hogy ne érje szó a ház elejét, hogy én bármit itt bűvészkedek azzal, hogy hogy adom a gázt. Így nincs ez a probléma. Rohadt jól néz ki. Nagyon tetszik, ahogy rúg. Nagyon tetszik, ahogy elmerül, semmilyen talajdeformáció, semmilyen hasonló mod, basszus gyerekek, tengelyig. Vagy nem tengelyig, hanem felnéig elmerül néha az MTZ. Gyönyörű. Azt nem tudom, de igen, lapul is a deformálódik gyönyörűen a gumi, nem tudom mennyire adja vissza a videó. De gyönyörűen deformálódik a gumi, ugye egy kicsit... Gyönyörű, nézzétek! Nagyon jól meg van csinálva. Ez az MTZ le a kalappal akárki csinálta. És erről én nem akarok vitát nyitni, hogy ki csinálta, ki nem csinálta. Általában nagyon sok modell csinálja azt, hogy ugye átveszi más modereknek a megkezdett munkáját, azon módosít egy nagyon keveset, vagy esetleg sokat is, már is úgy tünteti fel, mint hogy a sajátja, vagy esetleg... És nem akarok ebbe belefolyni, mert egyszerűen visszakövethetetlen ez a folyamat. Mindenképp a leírásban ott lesz a modnak az elérhetősége. Na gyerekek, hát. Kicsit emelkedik. Ugye egy olyan helyet választottam, ahol az emelkedőnek az intenzitása úgymond emelkedik. És
emiatt már csak 1 km per órával megy. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a füves rész szándékosan nem akartam felszántani, hanem az egy más jellegű kihívást fog ugye jelenteni a traktoroknak. Mivel ott nem fognak belesüppedni a földbe, viszont talán sokkal csúszósabb lesz a terület. Egyébként le a kalappal, srácok, ezt a 45 ezer liter méz, basszus. 45 ezer liter, most nézem, hogy ez 45 ezer liter méz. Ezt nagyon szépen viszi a MTZ. Rettenetesen kíváncsi vagyok a nyomgollantra, hogy ez mennyire fogja vagy rosszabbul, vagy jobban vinni. Hát ugye ennél egy picivel kellene, ugye 20%-kal, pont 20%-kal kellene jobban működnie. Jobban vinnie, dinamikusabban mozdulnia. De hát ez, és ebből fog kiderülni, hogy ezt az MTZ-t, ezt mennyire konfigurálták jó. Ugye pont az lett volna jó, hogyha egy nem modolt 80 lóerős traktorral tudnám ezt kipróbálni, de igazából így is tökéletes lesz. Egyébként az a durva, hogy ez egy viszonylag kicsit, ez egy nagyon kicsi traktor ugye a világviszonylatban, ez kicsivel kevesebb, mint 4. Kicsivel kevesebb, mint 4 méter hosszú. 3810 mm hosszú, és 3600, tehát 3,6 tonnás traktorról beszélünk. Hát ő neki ugye nem is az volt a célja, a Minszki traktorgyárban, amikor ugye elkezdték gyártani ezt a típust, nem is azzal a célra gyártották, hogy majd ez fogja meg elhúzni a világot, hanem ugye azzal a célra gyártották, hogy ez egy univerzális, nem túl nagy traktor munkagép lesz. Viszont ugye gyártottak nagyobb traktorokat is, például a volt Szovjetunióban, mint a Kirovecet, ami inkább képes volt erre. Gyerekek, gyönyörű egyébként, le a kalappal az MTZ-el. Viszont, hogyha ennyire nem fog jó lenni a hop, és itt le, én érzem, hogy itt el fog fogyni. Itt már ugye nem süllyed be a talajba. Szerintem egyébként ugyanazt a menet tulajdonságot tudja itt is, mint a körül... Oké, itt álltunk meg, srácok, sőt, hát már nulla, oké, jó. Megyünk úgy, hogy itt álltunk meg, és akkor azt fogjuk, még megyünk. De ugyan ne végtelen legyen a videó, amikor már úgy mondjuk úgy, hogy nullát eléri a kilométer per óra számláló, akkor itt ugye megállunk, és akkor azt fogom csinálni, ez lesz itt a magának az egésznek a trükkje, hogy ugye ide én kirakom az MTZ-t, utána meg fogjuk vizsgálni, hogy mondjuk a nyomalathoz képest, hogy koszosodik, normálisan koszosodik-e, vagy esetleg vannak olyan részek, néha követnek el modellek olyan hibát, hogy bizonyos részek koszosodnak, bizonyosak nem koszosodnak. Jó, ugye itt voltunk kb. Remélem, hogy... Jó. Megállt, ugye nem csúszik tovább. Viszont most kell jönnöm nekem a... Na igen, ha beleülünk, akkor csúszik. De hát ugye tudjuk, hogy kb. Kell jönnöm nekem ezzel a géppen. És visszahúzom. Visszahúzom a pótot, visszatolhatok vele. És akkor megnézzük a New Hollandot, ami ugye a nem modolt, nagyon fontos, hogy a nem modolt gépek között a leginkább közel áll hozzá az MTZ-hez teljesítménybe. Hát várom a tippeket, komolyan mondom. Nagyon, engem is, és nekem többek között azért tetszik ez a sorozat, amit én elkezdtem most. És beszéljünk közben erről az egészről. Kettő nagy oka volt ennek az egésznek. Sőt, mondjuk, hogy három oka volt. Az első az, hogy rengetegen kérdeztétek mindig, hogy azokat a modokat, amiket használok, azokat ugye miért nem rakom a leírásban, nem rakom be, nem tudjátok elérni. És ez napi szinten, nincs olyan nap, hogy ne jönne olyan üzenet, komment, hogy onnan tudom letölteni ezt a modot, honnan tudom azt a modot, és akkor próbálok majd olyan modokat letölteni, amik tudom, hogy érdekelnek benneteket, és lehet, hogy egyébként mondani modokat is, küldeni modokat, amiket próbáljak ki. A másik oka az volt ennek a sorozatnak, hogy szerettem volna egy olyan FS19 sorozatot, egy olyan, ami tényleg minden egyes része külön-külön is megállja a helyét, koherens tud lenni, mivel ismertek annyira, hogy valamikor
talán egy hetet is, vagy még többet is kiadjak egy sorozatból, vagy. És ne az legyen, hogy azon múljon, hogy egy gyakorlatilag félben marad egy sorozat, hanem igazából ezek a részek, ezek külön-külön is értékelhetőek tudnak lenni. Nem úgy sorozatok, mint például a Szomszédok, hogy ha 28.666-at nézett meg, akkor nem értett ki az elejétől semmit. Oké. Meg még a nagy oka még az volt egyébként, hogy én is szeretnék tanulni erről. Hát azt lekapcsolom ezt a motort, ne bőgjön a készünk. A nagy oka meg az volt, hogy én is, ugye mivel informatívnak is akarom szállni ezt a sorozatot, hogy elmondok dolgokat a traktorokról, előtte utána nézek azért egy minimális szinten, hogyha esetleg nem ismerem annyira a típus, és akkor így talán én is tanulok egy kicsit. Na, akkor annyi, hogy először is beállítjuk 10-re tempomatot, ugye egy olyan 20%-kal gyorsabban kéne húznia ő neki. Rohadt kíváncsi vagyok. Tényleg rohadt kíváncsi vagyok, hogy ez jó, hogy lesz konfigurálva. Beállítom. Nyomok egy 3-as, adjál neki is annyit. Azért pörög az első kerék, gyerekek, oda nézzél. Azért ez érezhetően dinamikusabban indul meg, és ennek nagyon örülök. Hop, 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 gyerekek! Álljál le! Jaj, ne! Ettől nagyon retteltesen féltem, nagyon féltem. Nem jó gyerekek. Baj van. Mivel az MTZ jobb. És itt most nem szeretnék olyan vitákba belemenni, hogy hát mert az MTZ az adja, meg nagyon jó, meg minden. Gyerekek, kiemelkedik az első kerék. Szó szerint kiemelkedik az első kerék. Indulj, így menj. Bízok benne, hogy elindul egy kicsit. Ú, gyerekek. Várjátok, most átveszem az irányítást. Egy kicsit lendületből indulni. Nézzük meg hátra ábról egy picit. Rettenetesen kiemeli az elejét, és ez nem teszi neki jót. Na. Pedig szerintem súlyban is ugyanaz az a kettő gép. Na, talán esetleg ennyi esélyt adok neki, hogy... Igen, ugye az a probléma, amikor beleér, gyakorlatilag ráér a földre a pótnak a kereke is. Nem, gyerekek, nem. Ő neki egy jó 20%-kal erősebbnek kellene lenni. Szélesebb a broncsokon van az a jármű, ugye, azt látható. És nem. Sem. Nem örülök, megmondom őszintén. Szándékosan 10%-ot kiengedtem arról a járműből. Sőt, tudjátok mi? 20%-ot engedtem. Nem, 10%-ot kiengedtem. Megpróbáljuk meg egyszer. Hogy... Most így elhúzza. Én... Viszont ugye ennek a járműnek ugye jobban kellett volna húznia tele is. Ugye most nincs tele. 90%-át kiengedtem oda a föld végére. Így, hogy így elkezdi húzni. Ugye ennek járműnek jobban kellett volna húzni, mivel szélesebb a broncsok vannak, mivel fejlettebb úgymond a technika, talán jobb a talaj kontrollja, jobbnak kellene lennie, ugye, hogy meg még ráadásul 20%-kal nagyobb a teljesítménye is. Viszont úgy érzem, ennek az MTZ-nek, az MTZ nincs annyira túl konfigurálva, hogy azt mondjam, hogy csites. Jó. Szerintem az tökéletes. Igaz, hogy egy nagyon icipicit túl van konfigurálva, viszont még az a határ, hogy nem mégsem érzi azt az ember, hogy olyan rettenetesen csütös, hát az olyan hatalmas nagy dolgokat, eszközöket úgyse fogja tudni elhúzni. Jó, igen. Jó.
Oké. Okay. Ez még szerintem még a belefér kategória. Na nézzük meg, kihozom ide a földre, ezt megnézzük esetleg, hogy valamilyen hibát érzékelünk-e rajt. Ez még az elmegy kategória abba. Gyönyörű, egyébként jó hangja. Nagyon jó hangja, ahogy megáll. Az is az a... Nagyon jó. Beremeg. Igen, egyébként észreveszek rajt hibát a koszolódásba. Ne, legközelebb valószínűleg többet fogjuk instalni, hogy koszolódjak. Viszont annyit észrevenni ugye, hogy a keréksúly az jobban koszolódik, mint a jármű többi része. Ez gondolom konfigurálható. Meg talán ez az első, ez az orsúlyok közötti szegmens, ez az, ami jobban koszolódik. Amint azt látja, hogy mindenki, gondolom, hogy ez ilyen hócsáros, meg ez is ilyen hócsáros, a többi az meg szépen kezd alakulni. Jó, gyerekek, szerintem ennyi lett volna akkor az első rész, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Írjatok tippeket mindenképpen, hogy milyen járműveket akartok esetleg még látni így, vagy hogy a videó mechanikája az esetleg máshogy épüljön fel, vagy több információt akartok hallani esetleg az adott járműra. Na, de el is búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek, csumicső!